Állandó megfigyelőket telepített a csernobili atomerőműbe a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A NAU főigazgatója Rafael Grossi azt mondta Csernobilban, hogy a megfigyelők jelenléte egyrészt az esetleges támadások kockázatának mérséklését szolgálja, másrészt a szakemberek állandó jelentéseket tesznek majd a létesítmények biztonságosságáról, illetve szükség esetén műszaki támogatást nyújthatnak. A háború kezdete óta ez a hatodik látogatásom Ukrajnában, ami önmagában is bizonyítja a NAU elkötelezettségét, illetve a saját személyes elkötelezettségemet, hogy segítsek a teljes ukrajnai nukleáris infrastruktúra biztonságának és védelmének biztosításában, hangsúlyozta Grossi. Az ukrajnai háború kezdetét követően orosz csapatok 5 hétig megszállás alatt tartották az atomerőművet, melyben a hűtőberendezések áramellátásának megszakadása az 1986-oshoz hasonló atomkatasztrófa veszélyével fenyegetett. A nem működő Csernobili mellett a NAU 3 működő ukrajnai atomerőműben is biztonsági szakértőkből álló állandó jelenlétet létesített.